anyák napja. Az Újvárosháza tanácstermében Old Károly népjóléti miniszter üdvözli a sokgyermekes családanyákat. Vidékről és a fővárosból összesen 100 anya részesül értékes pénzjutalomban. Népi demokráciánk egyik legfontosabb feladatának tartja a nők politikai és anyagi támogatását. A kitüntetettek között látjuk Lerner Istvánnő, Piliszent Iványi bányát felesége és 9 élőgyermek boldog anyja. Nagy gond ez a sok gyerek, mégsem adná egyiket sem örökbe. Fekete Jánosné első nagy öröme az volt, amikor rozzant házukból új lakásba költöztek. Látta, hogy a demokrácia valóban a dolgozók számára épít. 12 gyermeke közül ma az egyik a Kossuth Akadémia hallgatója, Gyula pedig demokratikus rendőrségünk tagja. Boldogan veszi át a jutalmat Feketéné. Ez a kitüntetés nem csak nekik szól, hanem minden magyar anyának és asszonynak.